Két soron kívüli közgyűlést is tartott ma a városvezetés. Az eredeti tervek szerint az 1,3 milliárd forintos pályázati támogatás felhasználása került volna 9 órakor a frakciók elé, azzal a céllal, hogy a befejezési dátumot november 30-ra módosítsák. Ez megtörtént, ugyanakkor a zárt ülés vitája után Balogh László további részleteket akart a pályázat helyzetéről, így délután egy újabb nyílt tanácskozást hívott össze. Az éve szerint bármilyen információ kiadása törvénysértő lett volna, így a második ülés érdemi tárgyalás nélkül néhány perc alatt véget ért. A hivatalos holnapra is feltöltött információk szerint két napi rend várt volna ma a felekre, mindkettő az energetikai korszerűsítési projekt kapcsán. Ez több bölcsödét, óvodát, iskolát is érint a városban. A helyi Fidesz hetek óta azt kommunikálta, veszélyben van a forrás, a városfejlesztő és az évek késlekedése miatt. A határidő módosítását ugyan egyhangulag elfogadták a felek, de mind Balogh László, Bizer András és Szabó Szilárd is kritizálta, hogy csak egy szóbeli előterjesztés formájában jött be a projekt tervezete, aminek átnézését ráadásul egy titoktartási szerződés aláírásához kötötte az éve frakció. Én jó magam nem fogok így titoktartásit előírni, pláne nem egy olyan előterjesztéssel kapcsolatban, amit nem is láttam, semmiféle anyagot nem kaptam hozzá. Lehet, hogy itt majd ide tolják, de az orrom elé, de én ebben biztos, hogy nem fogok sem titoktartásit aláírni, sem pedig döntést hozni, mert ez még méltatlan egy választott képviselővel szemben. Fodor Csaba a közgyűlésen azt emelte ki, pénteken szóban egyeztetett Balogh Lászlóval és Bizer Andrással, így pontosan tudják, hogy mik a részletei a módosításoknak, még akkor is, ha azt írásban csak ma nyújtotta volna be az éve frakció vezetője. A zárt ülésen végül a Fidesz képviselői nem fogadták el az előterjesztést. Ez nem az önkormányzati törvény szerinti zárt üléses bizalmas irat, hanem ez egy folyamatban lévő közbeszerzéssel összefüggő dokumentáció, amiben külön kell a közbeszerzés szabályai szerint kell a titoktartást megejtenünk. Ők ezt nem voltak hajlandók aláírni, ezért nyilvánvalóan nem is oszthattam ki az írásbeli dokumentációt, viszont szóban előterjesztettem zárt ülésen azokat a határozati javaslatokat, amelyekről dönteni kellett volna. A határidő sürgőssége miatt így a tulajdonosi bizottság hozott döntést a két közgyűlés közötti időben. Egy napi rendre kerülne sor. 13 órára Balogh László hívott össze újabb nyílt ülést. Itt elkezdte felolvasni, hogy melyik projekteket érinti a beruházás, és azt vázolta, melyek azok, amik kieshetnek. Horváth Jácint és Fodor Csaba is közbevágott, mondván ezen információ kiadása jelenleg törvénysértő. Most azt mondja egy folyamatban lévő közbeszélés eljárásban, hogy melyek, amik nyertek, melyek, hogy nem nyertek, meg egyébként ki nyert, meg ki, aki nem nyert. Szóval ilyeneket nem lehet megtenni, hát nincs döntés még. És ez törvénytelen, jogellenes helyzetben sodorta volna a testületet, de a fiúk ezt se értették meg, ezért voltunk kénytelenek azt mondani, hogy ez nyílt ülésen nem tárgyalható. Miután az éve nem tárgyalta Balogh László előterjesztését, így minden idők egyik legrövidebb közgyűlése lett a mai második találkozás. A folytatásra azonban nem kell sokat várni, hiszen csütörtökön soros ülést tartanak a felek. Balogh László ma jelezte, az energetikai projekt kapcsán akkor ismét felteszi a kérdéseit.